Gyulai Katalin itt a képernyő alján, a 8-as pályán látható majd egy zöldes-kék színű hajóban. A vetélytársak közül a szovjet Savenko fölkerült a 2-es pályára, Borchert, akit már említettem, a 3-asra, a svéd Olson a 4-esre, de menjünk sorban, tehát az 1-es pályán a Dan Knudsen, a tavalyi 4. helyezett, Szeulban 5. volt az olimpiai döntőben. A szovjet Galina Savenko, majd következik a 3-szoros világbajnok címvédő Katrin Borcher, most már tehát eszeni lakhelyjel. Andersonnal Olson annak idején Los Angelesben kajak 2-esben olimpiai bajnoki címet szerzett. Caroline Brunet, 21-es rendős, a tavalyi 7. helyezett. Ramona Portvich csapathajóban volt már olimpiai és világbajnok, ő az NDK-színek képviseletében, Josefa Idem, aztán Gyulai Katalin, és végül Tracy Phillips. Idemről még csak annyit, hogy most olasz színekben versenyez, talán van, aki emlékszik rá, valaha NSK-s volt, férhez ment Olaszországba, és így most az azzurri színek képviseletében áll rajthoz. Gyulai pályabeosztása nem jó, nem rossz, van esélyes, aki mellette megy, Idem Portvich, és van, aki távol került tőle, de hát még egyszer mondom, ez a versenyzők szempontjából elsősorban aféle pszichikai jelentőséggel bír, maga az 500 olyan rövid, hogy itt menni kell, ami belefér. A kékes-zöld színű hajón kívül még csak annyit, hogy az úgynevezett Spitzdreck, ami megakadályozza, hogy víz kerüljön a hajóba ott a beülőnél, az Gyulai esetében fehér, és ez is támpontot szolgáltathat a megkülönböztetéséhez. Ez az 5. világbajnoksága, amin indul, és a női egyes emberemlékezet óta mindig az NDK-sok privilégiuma volt. Jó 10 évvel ezelőtt Eberl, aztán Fischer nyerte hosszú időn keresztül. Az egyetlen kivétel a montreali világbajnoksággal a bolgár Geseva tudott nyerni. A rajtja, mint látható, Gyulai Katalinnak nem túlságosan jól sikerült, le is maradt, így aztán most tekerhet a mezőny után, a többiek elcsípték a rajtot, és ez majdnem azt mondhatnám 500-on behozhatatlan hátrány, még akkor is, ha ezek a kameraállások mindig csalnak egy picit, bármennyire is megy egy katamarán a mezőnnyel együtt. Idem az, aki a legjobban kezdett, szőkés feje itt elől a képernyő aljához közelebb, 7-es rajtszámmal kék mezben, és Gyulai messze-messze lemaradva, sajnos az élen haladóktól. Tehát úgy tűnik, hogy már a rajt pillanatában eldől, hogy ebben a számban érmes reményeink nem lesznek. Minden esetre Gyulai megpróbál fölzárkózni a mezőnyhöz, bár mindez hihetetlenül nehéz lesz most már. Rövidesen fél távhoz érkeznek, Katrin Borchert most kezd följönni, fehér mezben, sötét keresztcsíkkal a képernyő tetejéhez közelebb. Gyulai teljesen visszaesve, most már biztos, hogy nem lesz dobogós. Tehát olyan küzdelmet figyelhetünk, ahol magyar versenyző már nem szól bele a dolgokba. Jön föl a Dán Knudsen. Knudsen, Borchert, Idem. És Idem tőle leszakadva láthattuk egy pillanatra Gyulai. Meglepetésre a Dán Knudsen megszorítja Katrin Borchertet. Gyulai itt bal oldalt. De bevillanva a képen. Az biztos, hogy a világbajnoki cím Knudsen és Borchert között dől el. Idem jön föl egyelőre harmadiknak, aztán Idem átveszi a vezetést. Idem most már Borchert előtt. Gyulai jön, de csak negyedik, ötödik. Idem valamivel előrébb, mint a többiek, és úgy érzem, Idem nyer második, harmadik, negyedik vagy ötödik Gyulai. És kérem szépen, folytatódnak a meglepetések, mert Idem olasz színeknek szerez világbajnoki aranyérmet itt Poznanban, Lengyelországban, mi pedig elkönyvelhetünk egy újabb csalódás szép csöndben. Gyulai nem volt versenyben. Még egyszer a befutó, mondom, a rajt, illetve célvonal mögül, tehát Idem itt alul, és ő a világbajnok, aztán jön csak Borchert, aztán jön a Dán, aztán jön a másik német, és utána talán Gyulai. Minden esetre két szovjet és egy olasz siker tehát.